A növekvő kereslet és a hiányos kínálat eredményeként a felvásárlók a minőségi hízott marha kilójáért megadják a 2,40 €-et, a fél évvel ezelőtti 1,95 € helyett. Emiatt egyre többen a tejtermelésről bikahízlalásra szakosodnak. Szarvasmarhákra, húsmarhákra is megkapjuk a 25 000 dinárt a tiszta fajok után, ugyanúgy, mint a fejős tehenekre per évente egy tehén. A hízott bikák, az legyen üsző vagy bika, azok 10 000 dinárt kapnak a leadott vágóhídra leadott állatok után. Sajnálatos tény, hogy a kiviteli irányultságú vágóhidak nem tudnak elegendő vágójószághoz jutni, mert Szerbia mindössze 12 000 kiviteli minőségű hízómarhával rendelkezik, amelynek a java törzsállomány. Megoldást jelentene, ha az összes különböző fajtájú tehén ellés számát megnövelnénk. Manapság mindössze 294 000 tehén szerepel az állatorvosi nyilvántartásban. 5 éven belül számukat 500 000-ra kellene növelni. Az államnak sürgősen a szimentáli fajtájú szarvasmarhát is hízómarhává kellene nyilvánítania, amely értelmetlenül egyedül az organikus tenyésztésben számít annak. A fejlődés gátló tényezők közül kiemelkednek a mesterséges szaporításra és vemhesítésre vonatkozó előírások. Kevés tenyészállatunk van annak ellenére, hogy az állattenyésztési tanszék, mint vezető tenyésztői szervezet 2013 óta végzi és felügyeli a mesterséges megtermékenyítést. Az egyetszám lassan növekszik, mert az illetékes minisztériumi szervek nem értik a vemhesítés lényegét. A jövőben ezen a hozzáálláson akarunk változtatni. Egyúttal a tenyésztőket képezni, hogy szervezettebb formát öltsön a szarvasmarha hízlalás. Szerbiában 700 000 hektárnyi legelőn lehetne húsmarhát tartani minimális anyagi ráfordítással. Az exporttal nem lenne gond, mert világszinten nagy a kereslet a minőségi marhahús iránt, hallottuk az Újvidéki szakelőadáson.